Köszöntöm a nézőket, ez a Pannon Televízió fél hatos híradója, Friedrich Gertrud vagyok. Október 26-a van Dömötör névnapja. 142 éve született Fedák Sári színésznő, operett primadonna, és ma 74 éves Hillary Clinton, egykori First Lady, jogász, New Yorki szenátor, külügyminiszter, demokrata elnök jelölt. Műsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei, először csak röviden. Bírságot kap tegnap óta az, aki védettségi igazolvány nélkül 22 óra után vendéglátóipari egységek zárt terében tartózkodik Szerbiában. Sok vendéglátós úgy döntött, bezár este 10-kor. Jelentősen emelkedik a fertőzöttek száma országszerte, Vajdaságban 26 ezer aktív fertőzöttet tartanak nyilván. A Horgos környékén feltorlódott migránsok továbbra is kitartóak, bármi áron beszeretnének jutni az Európai Unió területére. Folyamatosan drágul a hús Szerbiában, a hentesek szerint még nincs vége. Bírságot kap tegnap óta az, aki védettségi igazolvány nélkül 22 óra után vendéglátóipari egységek zárt terében tartózkodik Szerbiában. A tapasztalat eddig azt mutatja, hogy az intézkedés miatt a legtöbb hely már este 10-kor bezár. Erről Goran Stamenković egészségügyi segédminiszter beszélt a szerb közmédiának. Hozzátette, a később is nyitvatartó bárokban, szórakozó helyeken többnyire betartották a védettségi igazolásokra vonatkozó szabályokat. A járványügyi intézkedések fokozott ellenőrzése egyébként az utóbbi időben nem csak az említett létesítményekben jellemző, a bevásárlóközpontokban és a tömegközlekedési eszközökön is találkozhatunk kommunális rendőrökkel. Duplo je povećan ovaj broj naloga izrečenih i kažnjavanja u ugostiteljskim objektima i dalje se krše mere. Čak 22 pravna lica i preduzetnika je kažnjeno. Nemali broj je kažnjeno u trgovinskim objektima. Čak 32 vlasnika, odnosno pravna lica, od 198 prekršenih naloga. To su naravno i korona redari. I u javnom saobraćaju izuzetno povećan broj naloga. Negde 11 prevoznika je kažnjeno. Nem lenne reális áttérni az online oktatásra az óvodások, az alsósok, valamint az ötödikesek és a hatodikosok esetében, véli az oktatási miniszter. Branko Ruzsit szerint így nem lenne, aki vigyáz rájuk, szüleik ugyanis dolgoznak. A tárcavezető csütörtökre hívta össze az illetékes szakmai csapatot, hogy döntsenek a továbbiakról. Azt mondta, a kicsiknél nem életszerű az online tanítás addig, amíg nem hirdetnek rendkívüli helyzetet az országban. Hozzátette, az, hogy a koronavírus terjed a gyerekek között, nem az iskola hibája, mert a vírus nem onnan jön, hanem oda is kívülről érkezik. 7840 új koronavírus fertőzöttet regisztráltak egy nap alatt Szerbiában. Az elmúlt 24 órában 26498 tesztet végeztek el. A fertőzés szövődményeiben elhunytak száma továbbra is nagyon magas, 63 személy hunyt el egy nap alatt. A halottak száma ezzel hivatalosan 9634-re emelkedett. 6789 beteget kezelnek kórházban, közülük 267 páciens szorul lélegeztetőgépre. Egy hét alatt jelentősen emelkedett az aktív koronavírus fertőzöttek száma az Észak-Bácskai körzetben, mondta Pannon RTV közügyek című műsorában dr. Bahucki Nebojsa. Egész Vajdaságban rendkívüli a járványhelyzet. Jelenleg 26 ezer aktív koronavírusos fertőzöttet tartanak nyilván Vajdaságban. Ebből a legtöbbet Újvidéken, 6100-at. Az Északbácskai körzetben egy hét alatt mintegy 40%-kal emelkedett a koronavírusos betegek száma. Múlt hétfőn még 2000 alatt volt a fertőzött szám, ami mostanra meghaladja a 2700-at. Szabadkán van 2231 aktív beteg, Topolyán 286, és Kishegyesen pedig 185, összesen 2702 beteg. Ha nézünk városokat, Vajdaságban, persze legtöbb beteg van Újvidéken, 6099, aztán jött Szabadka 2231, aztán Pancseva 1834, Nagybecskerek 1791, és Mitrovica csak 997. Hatodik helyen pedig Nagy Kikinda 926.
Egyre többen kerülnek kórházba és lélegeztetőgépre is. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a lélegeztetőgépre kapcsolt páciensek mintegy 50%-a nem éli túl, mondja a szakorvos. Ha valaki már kerül, tehát a lélegeztetőgépre, az nagyon súlyos. Tehát itt inkább a halálos kimenetű lesz inkább, tehát magasabb, mint 50%, sajnos. Lehet hallani olyan dolgokat, hogy nem veszek védőoltást, ha leszek is beteg, fogok kerülni a lélegeztetőgépre, az jobb, de hogy nagyon veszélyes. Mert akkor már alig-alig működik a tüdő rendszer, és akkor ez a ilyen mesterséges módon működik a lélegezés, és itt mindig inkább sajnos fog beleholni, ha nem kerülni vissza az a beteg. Továbbra is alacsony az átoltottság a körzetben, pedig a súlyos megbetegedés ellen az egyetlen védekezési mód a vakcina felvétele. Az északbácskai körzetben több mint 16 ezeren már felvették a harmadik oltást. A gondot az jelenti, hogy az emberek mintegy fele még az első oltást sem vette fel, emelte ki a járványügyi szakorvos. Tehát folyamatosan emelkedik a koronavírus fertőzöttek száma Vajdaság területén, a kórházak túlterheltek. Az újvidéki Covid kórházban a 600 ágyból 522 foglalt, 51 ember lélegeztetőgép segítségére szorul. Az aktív fertőzöttek száma 26 ezer, 45 községben rendkívüli a járványhelyzet. A legtöbb beteget Újvidéken tartják számon, majd Szabadka következik a sorban. A tartományi székvárosban egyébként tegnap este 40 vendéglátóipari egység ellenőriztek 22 óra után a védettségi igazolásokkal összefüggésben. Két esetben történt szabályszegés. Maja Szedár pontosan egy éve esett át a betegségen. Könnyebb tünetei voltak csupán. A vakcina második dózisát vette fel. Imala sam stravičnu glavobolju, temperaturu i nisam imala, CRP mi nije bio povećan, ali sam imala strašnu glavobolju, tako da ali prošlo je. Mirko Szedár ugyan felvette a kínai Sinopharm második adagját is, mégis megfertőződött. 8 napot töltött az újvidéki Covid kórházban, néhány napja engedték ki. Sad je sve u redu, sad je nego. To udar taj poremetio je čitav organizam i šećer i sve. Sve je on to pomerio. Tako da još imamo još dosta da radimo oko toga. Újvidéken több mint 6100 az aktív fertőzöttek száma, a Covid kórház is majdnem teljes kapacitással működik. 522 beteget ápolnak ott, közülük 51-en szorulnak mesterséges lélegeztetésre. Az új telepi Covid rendelőbe az elmúlt néhány napban sokkal többen jelentkeznek koronavírus gyanús tünetekkel. Dnevno vam prođe od 700 do 850 pacijenata kroz ovaj objekat. Povećan je i broj pacijenata koji bivaju upućeni na hospitalizaciju. Taj neki savjet građanima bi bio da u prvim tih danima kada osete simptome, da ne moraju dolaziti odmah. Znači to, ta malaksalost, ta suvoća grla, najbolje bi bilo da sačekaju jedno 3 do 4 dana i da onda dođu na pregled i na testiranje. Az orvos hozzátette, semmiképpen se csináltassunk saját szakállunkra a laboratóriumi vizsgálatokat sem, illetve ne essünk pánikba. A betegség veszélyes, de gyógyítható. Ennek ellenére a legjobb, ha igyekszünk megelőzni. Arcátlanságnak nevezte Zlatibor Loncsár, hogy tüntetők dr. Predrag Kón és dr. Branislav Tiodorovics otthona előtt demonstráltak. A szerb egészségügyi miniszter rámutatott arra, hogy a válságstáb tagjai csak a dolgukat végzik. Továbbá azt javasolta a tüntetőknek, hogy a továbbiakban inkább őt keressék fel. A koronavírus járvány bevezetéséről szóló intézkedés meghozza a várt eredményeket, mondta az egészségügyi miniszter, és hozzátette, támogatja az intézkedés 24 órára való kiterjesztését. Zato hoću da poručim svim tim ljudima koji su otišli na privatne adrese i doktora Kona i doktora Tiodorovića i da im kažem da to više ne radi. Jer ni jedan i drugi nisu krivi za bilo šta, oni su moj izbor za članove kriznog štaba i za svake njihove odluke ili predloga stojim ja. I ja sam taj koji jedini može da bude kriv. Prema tome, nemoj da idu ispred njihovih stanova, neka dođu ispred mog.
7,5%-kal emelkedik idén a GDP Szerbiában, ami magasabb fizetéseket és nyugdíjakat jelent, mondta el Instagram oldalán közzétett bejegyzésében Alekszandar Vučić szerb államfő. Köszönetet mondott az ország lakosságának a kemény munkáért, illetve a nyugdíjasoknak a türelmükért. Hangsúlyozta, az ország gazdasága folyamatosan fejlődik. Hamarosan megérkezik a pénzsegély azon felnőtt korú polgárok számára, akik korábban jelentkeztek érte, tette hozzá Vučić. A költségvetés módosításáról vitázik a szerbiai parlament. Sinisa Mali pénzügyminiszter szerint erre azért van szükség, mert jobbak az ország pénzügyi mutatói a vártnál. 183 milliárd dinár többletforrással számolnak. A tárcavezető szerint decemberben 620 euró lesz az átlagfizetés, és további béremeléssel kell számolni, mondta Mali a parlamentben. Kiemelte, Szerbia a 900 eurós átlagfizetés és a 430 eurós átlag nyugdíj felé halad. Az állam kiveszi a részét a koronavírus okozta gazdasági válság kezeléséből, ezt mondta a szerbiai parlamentben Pék Zoltán. A Vajdasági Magyar Szövetség képviselője szerint a pandémia alatt az ország által nyújtott támogatások Európa szerte is kiemelkedőek. A VMS politikusa szerint a költségvetés mostani módosításával megteremtik a lehetőséget a sikeres egészségügyi védekezéshez és a gazdasági fejlődéshez. A Vajdasági Magyar Párt képviselő csoportja támogatja a javaslatot. Pék Zoltán felszólalásában kiemelte az infrastrukturális beruházások fontosságát is, így például a vasúti és közúti fejlesztéseket. Za poslaničku grupu Saveza Vojvođanskih Mađara je veoma važno da su započete kapitalne investicije u železničkoj infrastrukturi ostali. Kao što izdvajamo projekat srpske mađarske železnice na relaciji Beograd-Budimpešta. Radovi su počeli i na realizaciji projekta modernizacije i rekonstrukcije železničke pruge Subotica-Segedin. Uskoro ćemo moći da iz Subotice do Segedina za 40 minute da stižemo brzim vozem. A Horgos környékén feltorlódott migránsok továbbra is kitartóak, bármi áron beszeretnének jutni az Európai Unió területére. A helyiek félnek, mert a hideg idő beálltával, ahová csak tehetik, behúzódnak. A horgosiak állítása szerint taxikkal, furgonokkal, embercsempészek hordják az illegális bevándorlókat az északbácskai határmenti településre. Már a Horgos-Röszke határátkelő felé vezető autópályán is nagyobb csoportokban gyalogolnak a migránsok Szabadka felől. Horgos külterületén szinte minden elhagyott épületbe beköltöznek, ott várják a megfelelő alkalmat arra, hogy nekivágjanak a magyar határkerítésnek. Hatalmas szemétkupacok jelzik azt a területet, ahol éppen kisebb-nagyobb csoportokban meghúzódnak. Őrszemek figyelik, kiközelíti meg rejtek helyeiket. Az illegális bevándorlók bármelyikét is szólította meg tábunk, menekültek a kamera elől, nyilatkozni senki sem akart. Azt mondták, nem szabad nekik, mert gondjuk lehet belőle. A határ közvetlen közelében is egyre otthonosabban mozognak. Hogy valakik szervezetten szállítják az illegális bevándorlókat Horgosra, a helybeli barát Erzsébet is megerősítette. Taxival, meg van egy olyan kombiszerűség. Fehér, kék, mit tudom mi, az is hordják. Hát most, hogy kik, mik. Tehát ugye embercsempészek, furgonokkal vagy? Szerintem igen. Hát még a taxisok. Hát hogy jöhet be egy taxison ilyenek? Hát csak a pénzé, nem? Ábrahám Ilona is egyre jobban fél a Horgost elárasztó hivatlan vendégektől. Üres házokba bemennek, meg valami olyan deszka, vagy valamikor főtüzelnek mindent. Azt akkor... meglopnak. A Horgos-Röszke közúti határátkelőhelytől alig 200 méterre az egykori jugoszláv határrendőrség valamikori romos kiszolgáló épületeiben több száz migráns húzódik meg a helyiek állítása szerint. Időnként elszállítják őket a szerbiai rendőrség és a csendőrség tagjai a távolabbi befogadó központokba, viszont általában egy-két napon belül ők visszatérnek a taxisok, illetve az embercsempészek segítségével, és továbbra is arra várnak, hogy a megfelelő pillanatban megpróbáljanak átjutni a szerb-magyar határon, a magyar határkerítésen, és bejussanak az Európai Unióba. Sokan már 10-nél is többször próbálkoztak, és azt mondják, hogy nem adják fel.
Nézzük a híradó további témáit. Astor Piazzolla argentin zeneszerző születésének 100. évfordulója alkalmából tartottak hangversenyt Zentán. Száraz, napos időnk lesz holnap. A híradó után ma is láthatják hírháttérműsorunkat, a közügyeket. Farkas Aténes szerkesztőműsorvezető már a stúdióban van. Szervusz, milyen témákkal foglalkoztok ma? Szervusz, köszöntöm a nézőket. Mai műsorunkban szó lesz a védettségi igazolásról. Megszólítjuk a fiatalokat, majd bemutatjuk az új topolyai diákotthont. Beszélgetünk az ügyvédek sztrájkjáról, majd annak járunk utána, mit tehetünk a hűvös őszi időben, hogy ne fázzunk meg. Szinte minden napra jut egy program a VM4K-ban, a részleteket elmondjuk a közügyekben, majd pedig arról szólunk, hogy még lehet jelentkezni a vajdasági szólótánc fesztiválra. Tartsanak velünk! Köszönjük szépen! Nem lehetséges a magyar vidék fejlődése a közép-európai egység gondolatának megvalósítása nélkül, jelentette ki Orbán Viktor Tornyos Németinél a Miskolc és Kassa összeköttetését megteremtő M30-as gyorsforgalmi út átadásán. A magyar miniszterelnök kiemelte, amit akarunk, az nem egyszerűen csak virágzó vidéki Magyarország, hanem egy erős Közép-Európa. Hangsúlyozta, hogy ez a cél megvalósuljon, utakat kell építeni, amelyek összekötik a vidék különböző részeit, a vidékieket beviszik a nagyvárosba, összekötik az anyaországi magyarokat, a határon túli magyarokat, és összekapcsolják a térség népeit. A most átadott út is ezt a célt szolgálja, mutatott rá Orbán Viktor. Megalakult kedden Berlinben az új német szövetségi parlament, és ezzel elkezdődött Angela Merkel politikai pályafutásának utolsó szakasza. A Merkel kormánya Bundestag alakuló ülése után ügyvezetőként dolgozik, és az új kormány megalakulásáig maradt hivatalban. A távozó kancellárnak 1990 óta először parlamenti mandátuma sincs, így a vendégeknek fenntartott karzatról figyelte a képviselők munkáját. A Bundestagban 7 párt rendelkezik képviselettel, és 6 frakció működik. Minden korábbinál több, 736 tagja van, így továbbra is a világ második legnagyobb törvényhozó testülete a kínai országos népi gyűlés után. A közös kormányzásra készülő pártoknak, a szociáldemokratáknak, a zöldeknek és a liberálisoknak együtt 416 mandátumuk van. Ez 56,5%-os többséget jelent. A tervek szerint a koalíciós tárgyalásokat november végéig fejezik be, és december második hetében választják meg a Bundestagban kancellárnak a szociáldemokrata Olaf Scholzot. Folyamatosan drágul a hús Szerbiában. A szabadkai tájpiacon található hentes üzletek tulajdonosai és a baromfi hús árusok szerint valamennyi húsféleség. Így a sertés, a marha és a szárnyasok kilonkénti ára is az elmúlt hetekben legalább 50 dinárt emelkedett. A hal is megdrágult. Mivel a vágójószág ára is tovább emelkedik, a húsdrágulási hullámnak valószínűleg még nincs vége. Augusztus óta drágul folyamatosan a csirkehús, akkor 250-260 dinár volt az egész csirke kilója, most már 320-330 dinárba kerül a piacokon. A termelők, a baromfi hús árusok azt mondják, a drágulás oka az, hogy a takarmánynak az ára jelentősen megugrott, illetve hogy nyáron a nagy melegben nagyon sok kis csirke elhullott, és emiatt kisebb az állomány a baromfit illetően, emiatt is drágult a csirkehús jelentősebben. A friss csirkecomb kilója most 400, a csirkemell csonttal 550, filézve pedig 600 dinár kilónként. Folyamatosan emelkedik a vágójószág ára, így a disznóhús is megdrágult, mondta Bálint Krisztina Hentes. A sertésnyak ára például 450 dinárról 520-ra nőtt. Ugyanúgy ez az oldalas, a karaj, a darált hús, ez mind 520 dinár, a comb az 570 dinár, a marhahús, ez idáig 750 dinár volt, most 840 dinár. Hozzátette, a felvágottak kilónkénti ára 20-tól 50 dinárral emelkedett, a kolbászfélék ára viszont nem változott, kivéve a füstölt kolbászt, amely most 900 dinár. Grósz Eszter ezentúl alaposan meggondolja, miből mennyit vásárol, hiszen megtapasztalta a húsdrágulást. Rendszeresen járok a piacra is, hogy ne venném észre.
és kevesebb a vásárló is, ahogy látom, és ezt valószínűleg a húsárának is lehet köszönni. Mindennek megy az ára, így a húsért is. Ahogy hallom, a termelőknek a takarmányár minden drágul, hát lehet, hogy annak a következménye ez a húsemelkedés is. A hal ára is nőtt, és várhatóan tovább nő majd, mondta Süli Beáta, halárus. Eddig 4,20 volt a pontyunk, most 4,50, úgyhogy drágult. Még néhány fajta szintén. Úgy tudom, hogy drágulni fog tovább. Mi az oka? Hát az üzemanyag drágulás, a takarmány, ugye, amivel etetik a halastavakba, gondolom. Hát nekik is minden emelkedik, akkor persze emelik ők is az árat nekünk. Pljai Csanita, az egyik hentes üzlet eladója szerint 20-30%-os áremelkedés tapasztalható az utóbbi időben. Leginkább a csirke és a sertéshús drágult. Nagyon is észrevehető, hogy az emberek nem jönnek annyira, nem vásárolnak annyira. Az miatt, mert fölment az ár. Panaszkodnak is sokan arra, hogy ennyire megdrágult. A húsos sertéscsont most 250 dinár, sok vásárlónak csak erre telik. A csak nem 900 dináros császárszalonna, vagy a majdnem 800 dináros töpörtyű pedig szinte már luxus élelmiszernek számít. Vasárnap óraátállítás. Október 31-én kezdődik a téli időszámítás. Az órákat hajnali 3 óráról 2-re kell visszaállítani. Így 1 órával többet alhatunk. Az Európai Parlament egyébként még 2019-ben döntött az óraátállítás eltörléséről. 2 évet adott a tagállamoknak megegyezni, hogy a téli vagy a nyári időszámítást teszik-e véglegessé. Astor Piazzolla argentin zeneszerző születésének 100. évfordulója alkalmából Tango Mánia címmel tartottak hangversenyt Zentán. Székely István zongoraművész és Zsiga Pál hegedűművész koncertjén tangó muzsikák csendültek fel. A tangó egy igen népszerű társastánc és zenei stílus. Ezt jól bizonyítja az is, hogy teltház előtt koncertezett Székely István és Zsiga Pál. Virág Mária Tornyosról érkezett a hangversenyre. Nagyon szeretem a zenét, és a zenék közül a tangó a kedvencem, úgyhogy alig vártam már ezt a napot, hogy eljöhessek, és végig nézzem, meg hallgassam a zenét. A műsor spontán, akár a tangó. Ezzel a szlogennel indították el az eseményt a fellépők. Székely István, Spanyolországban élő, vajdasági származású zongoraművész és Zsiga Pál hegedűművész koncertjén Astor Piazzolla szerzeményei csendültek fel. Ez egy olyan műsor, illetve olyan program, ami a közönségnek szerintem nagyon ilyen ehető. Szóval nem az a tipikus, klasszikus művek vannak, amik egy kicsit meg lehet, hogy nehéz emészteni. Ez inkább tangóról, argentin zenéről van szó. Temperamentumosabb, gyorsabb, lassabb, nagyon nagy drámákkal, sőt, gyönyörű részletekkel megfűszerezve. A tangómánia hamarosan Szabadkán is látható és hallható lesz. A VM4K csütörtök esték elnevezésű rendezvénysorozatának keretében október 28-án csütörtökön 19 órai kezdettel a Szabadkai Zeneiskolában szervezik meg az eseményt. És most az időjárásról. Holnap a többfelé párás ködös reggelt követően sok napsütésre van kilátás, csak kevés felhő lehet az égen. Eső nem várható az előrejelzések szerint. A csúcshőmérséklet 15 fok körül alakul majd. Holnap is marad a frontmentes idő, de nagy lesz a napi hőingás, ami elsősorban a keringési panaszokkal élőket viselheti meg. Nagy lesz a megfázás veszély is, ezért ajánlott a meleg, réteges öltözködés. Hétvégéig nyugodt, őszi időben lesz részünk, jövő héttől azonban érkezik a csapadék.
Már az első körben búcsúzott a szentpétervári tenisztornán Györe László. Az Enta játékos két sima szetben 6-3-6-2-re kapott ki a fehér orosz Ilja Ivaskától. A meccs mindössze 75 percig tartott. A következő körben azonban nehéz feladat vár a fehér orosz játékosra, hiszen ellenfele a címvédő Andrej Rublev lesz. Több napos tábor tartanak a magyarországi Bordány sportkör labdarúgói számára Hajdújáráson. Az U13-as és U17-es korosztály focistái edzői tanfolyamon, valamint egy az egészséges táplálkozásról szóló előadáson is részt vehettek. Kedden képességfelmérést végeztek, amelyen az FK Vinogradár fiatal tehetségei is ott voltak. A program egy IPA pályázat keretében valósulhatott meg. Testösszetételt elemeztek és magasságot mértek a szakemberek a képességfelmérés részeként. Karácsonyi Dániel leginkább a hajlékonysági teszttől tartott. Szerintem jó kondíció vagyok, hogy a heti 5 edzésünk van, úgyhogy jókat várok. A hajlékonysága nem a legjobb, de jó lesz szerintem. Bátori Denis, az FK Vinogradár játékosa elmondta, nagyon fontosak számára a rendszeres edzések. Bent megmérnek minket, kint lesznek teljesítményfelmérő játékok, mérések, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy hogy fejlesztettem magamat ebben az elmúlt egy másfél évben. A képességfelmérésen összesen 35 fiatal labdarúgót vizsgáltak, mondta Eltesi Gyervin, a Hajdújárási Vinogradár labdarúgó klub edzője. Mai nap folyamán délelőtt városnézésben voltunk Palicson, illetve Szabadkán. Megláttuk a szabadkai zsinagógát, illetve a városházát. Most hamarosan készülnek a fiúk, illetve a szakemberek, akik méréseket végeznek el a fiúkkal. Először bent a teremben fognak méréseket, tehát ilyen egyéni kondíció felmérések lesznek. Az első rész bent lesz a teremben, másik pedig itt kint már a pályán. A programok szerdán is folytatódnak, ugyanis az U13-as korosztály egy labdarúgó tornán mérheti összetudását. Ez akár lehet védő és középpályás. Eddig tartott a híradó, nézzük, melyek voltak kiemelt témáink. Bírságot kap tegnap óta az, aki védettségi igazolvány nélkül 22 óra után vendéglátóipari egységek zárt terében tartózkodik Szerbiában. Sok vendéglátós úgy döntött, bezár este 10-kor. Jelentősen emelkedik a fertőzöttek száma országszerte, Vajdaságban 26 ezer aktív fertőzöttet tartanak nyilván. A Horgos környékén feltorlódott migránsok továbbra is kitartóak, bármi áron beszeretnének jutni az Európai Unió területére. Folyamatosan drágul a hús Szerbiában, a hentesek szerint még nincs vége. Köszönjük figyelmüket, további hírek és információk honlapunkon, a pannonrtv.com-on. Mindjárt kezdődik a közügyek, nézzenek bennünket a folytatásban is. Viszontlátásra!